Na most átjöttünk a csirkefarmról a disznófarmra. Most meglátjátok majd, hogy milyen egy disznófarm itt Kambodzsában. Ami teljesen full automatic, tehát teljesen automatizálva van. És most megmutatja nekem a Lauren, hogy mi ez a disznófarm. This is a liner with a lot of waste, and then yes. We will branch a new turbine to mm-hmm. turbine and produce electricity. All the waste are going to this liner, going up with methane gas. Wow. C4. That's good. We have a big lake like that. Aha. Tehát hátul látjátok azt a fekete pupot, oda gyűjtik a metángázt, mert ugye a disznók ürülékéből ugye metán termelődik, és ezt ők hasznosítják. Wait. Ne. Come inside, just yeah. Look. Okay. Hello. Wow. Wow! Ez teljesen automatizált disznófarm. Hát ilyet se láttam még. És nagyon szépek ezek a disznók. Nézzétek meg. Hello! Nagyon szépen. És ez itt van, vidéken, hegyekkel körbevéve, ez a disznófarm. Majd megkérdezem, hogy mennyi disznó tartanak amúgy. De azért ez sokkal barátságosabb. Én már láttam filmeken, hogy hogyan tartják a disznókat, de szerintem ez sokkal barátságosabb. Van nekik fürdővíz, ott tudnak fürdeni. Itt esznek. Automata etetőrendszer van. Tehát folyamatosan tudnak enni. Nagyon szép, egészségesek ezek a disznók. Okay. Yeah. They are very nervous now. Here, $400,000 pig. $400,000 pig here. One pig of $400 to $500. You have 800 pig here. We have 5 buildings like that. Wow. And we are going to build. Okay. So one pig. $3.5 to $4 1 kilo. So it's 130 kilo. It's more than $400. But they are very healthy. I see it. 5 months and a half. Okay, 5 months. 5 hónaposak. They keep long time for the quality of the meat. Yeah, and how many pig in one?
800. And it's a certified cage of around 25 to 30 pig each. Perfect. They can swim, they have a swimming pool, they clean up.